Sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket, ez itt a Család az Család podcast, melyel az a célunk, hogy a családok helyzetéről higgadt, nyugodt hangvételű, egymás érveire odafigyelő, valamint tényeken alapuló párbeszéd induljon. Az adásainkban itt a Partizán stúdiójában 12 családtípus dolgozunk fel, minden családmodellnek egy adást szentelve. Én Henne néva vagyok, mentálhigiénész szakember, mediátor és képzésben lévő családterapeuta. Köszöntöm a stúdióban állandó beszélgető partneremet és kollégámat, Pál Mártont, aki a Család az Család társalapítója, családjogi aktivista, a Szivárvány Családokért Alapítvány kurátora. Szia Marci, üdvözöllek! Sziasztok! És mai vendégeinket is szeretném bemutatni. Elsősorban Faix Bruckner Csillát, aki pszichológus, családterapeuta, LMBTQ területre specializálódott részt vett a szivárvány családokért alapítvány létrehívásában, hívásában, az azonos nemű párok gyermekvállalásának segítésére törekszik. Az affirmatív pszichológia műhely keretein belül az affirmatív, azaz bármilyen identitás szabad kialakítását támogató szemléletet igyekszik népszerűsíteni Magyarországon. Köszönjük Csilla, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívásatokat. És végül, de nem utolsó sorban, Ház Sebastian pszichológus és családterapeuta, több mint 15 éve foglalkozik szexuális kisebbségekkel. Jelenleg egy norvégiai civil szervezet szakmai vezetője, ahol LMBTQ menekültek pszichoszociális és pszichoterápiás segítésével foglalkoznak. Munkája során rendszeresen találkozik bevándorlási, integrációs témákkal, párokkal és családokkal, akik ilyen témában érintettek. Két gyermek édesapja, párjával több mint tíz éve külföldön él. Üdvözlünk téged is, Sebi. Sziasztok, köszönöm én is a meghívást. És azt gondolom, hogy itt a bevezetőből már egyértelművé is vált, hogy a mai témánk az nem más lesz, mint a szivárvány családok családmodellje. De azt gondolom, hogy ez egy ö, olyan különlegesebb alkalom lesz, hogy ugye én is ugye szivárvány családban élek, ugye örökbe fogadtunk ö, ö, két gyermeket, és ugye te is sebbi Szivárvány családban élsz, illetve tiketten kezdtétek el a szivárvány családokért, alapítványt is 2000. 2011. Fogni minket, köszönjük. <Szor> 2011. Szóval ez egy -e különleges beszélgetés lesz magukra a szivárvány de én megpróbálok majd olyan kérdéseket feltenni, amiket amik nap, 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 nap mint nap találkozom, akár komment szekciókban, és megpróbáljuk olyan kérdéseket is tenni, amiket lehet, hogy nem számolnak ezzel az emberek, hogy meg, meg fogunk kérdezni ebben a beszélgetésben. Sztereotípiákra gondolsz? sztereotípiákra gondolok természetesen. Igyekszünk. Azt gondolom, hogy mielőtt belemegyünk itt a mélyébe, segítsetek nekünk egy kicsit abban, hogy aki először hall erről a fogalomról, hogy szivárvány család, mire kell, hogy gondoljon? Mit jelent tulajdonképpen a szivárvány család kifejezés? A szivárvány család az egy gyűjtő fogalom, tehát nem is egy túl egyszerű meghatározni, de nagyon röviden annyit lehet róla mondani, hogy legalább az egyik szülő valamilyen szexuális kisebbség tagja. Így nagyon röviden. De látom, hogy vártok, Igen, vártok mert... mélyebb választ, úgyhogy bontsuk ki jobban. Igen, mert ide tartoznak azok a családok, amik mondjuk ilyen tervezett családként indulnak, szivárvány családnak, tehát mondjuk két ö, ö, valamilyen szexuális kisebbséghez tartozó ember, például két vagy több szexuális kisebbséghez tartozó ember úgy dönt, hogy akkor közösen vállalnak gyereket valamilyen családformában, akár társszülőséggel, vagy mesterséges megtermékenyítéssel. Ö, ö, és ö, ide tartoznak azok is, akik mondjuk egy korábbi heteroszexuális kapcsolatban gyereket vállaltak, és egy ilyen úgynevezett újraalkotott családban, ö, mondjuk egy másik szexuális kisebbséghez tartozó emberrel tovább nevelik a gyereket, és akkor vannak heteroszexuális szülők, ö, mondjuk melegszülők, és egy ilyen közös mozaik családot alkotnak a gyerekeikkel. Még milyen, milyen, mód, milyen lehetőség van arra, hogy szivárványcsaládok szülessenek, vagy mit láttok? Nem csak Magyarországon szerintem, de azért érdemes kitekinteni, hogy Magyarországon kívül milyen lehetőség, vagy mi módszerek, ezek nem módszerek. Milyen lehetőségek vannak arra, hogy szivárványcsaládok szülessenek? Hát nagyon sokféle lehetőség van. Itt az előző mondataimban is kiderült, hogy ebbe könnyű is belekavarodni, mert annyira sokféle verzió van, ahogyan a gyerekvállalásra egyébként is sokféle verzió van. Ugye az egyik az örökbefogadás, ami ilyenkor sokaknak eszébe jut szerintem. Ez Magyarországon jelenleg nem egy egyszerű kérdés, de mondjuk a világban meg egyébként sokszor akár egy preferált választás ilyen lehet a mesterséges megtermékenyítésnek valamilyen verziója, ilyen lehet a dajkaanyaság, aztán ugye valamiféle társszülőségben, tehát ugye ez lehet egyedülállóként, párként, társszülőségben, több emberrel, Kicsit, szóval kicsit kérlek, tán. hogy a társzülőséget szülőséget ki. Próbálok azoknak a fejével gondolkodni, akik nem hallottak még erről, hogy ez pontosan mit jelent. Igen, az sem egy egyszerű modell, bonyolítsuk tovább így a, a kérdéseket. A társzülőségnek az a lényege, hogy több szülő száll abból a célból, hogy gyereket neveljenek, de nem minden szülő között van romantikus párkapcsolat. Ez egy ilyen nagyon könnyű definíció, de tényleg ezt jelenti, hogy összeállt egy leszbikus pár egy melegpárral, és ők közösen úgy döntenek, hogy közösen vállalnak gyermeket, és természetesen a, a két pár, a két, lány és a két fiú között van külön-külön romantikus párkapcsolat, de egyébként egymással nincsenek párkapcsolatban. És ez megvan abban a formában is, hogy két lány először egy fiúval, két fiú először egy lányjal, egy fiú egy lányjal, de ha egy leszbikus lány mert egy meleg fiúval összeáll, akkor közöttük nem lesz romantikus párkapcsolat, mégis lehetnek társ szülők. De egyébként ez a modell is, hogy még tovább bonyolítjuk ezt a helyzetet, az azért az van, hogy a gyerekvállalás, vagy a családalapítás mentén ezek a családformák nem különböznek a heteroszexuális családformáktól. Tehát ugyanazokat a módszereket használják a melegek is gyerekvállalásra, mint a heteroszexuálisok, az arány más. Igen, de azért, hogyha ebben azért nagyon komoly felkészülést igényel szerintem a a szülőktől, hogy felkészüljenek akár egy ilyen társszülőségre, hiszen itt azért rengeteg konfliktus forrás lehet. Belegondolok abba, hogy én mondjuk így, hogy egy ilyen klasszikus szivárvány, nem tudom, hogy ez a jó szó, hogy klasszikus, vagy konzervatív Tervezet szivárvány, tervezett mm. szivárvány de már nukleáris. szinte már nukleáris lesz, az, hogy két apuka van. De hogy nekünk is vannak konfliktusaink abban, hogy hogyan neveljük a gyereket, és hogy melyik iskolába menjen, mi az, amit megengedünk, mi az, amit nem, de hogyha ez, ez még több ember között osztik, meg még úgy is esetleg, hogy nem egy háztartásban élnek, mert hogy azt is, mert gondolom a társzülősség az nem feltétlenül jelent az, hogy ők ez, há... sőt, a legtöbb esetben valószínűleg nincsenek egy háztartásban, hogy ez mennyi konfliktus helyzetet generálhat, vagy van-e bármi olyan, ami, és ez hogy hat ki a, a, gyerekre, hiszen itt a gyerek talán a legfontosabb öm, 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 olyan közös metszet, ami az ő jóléte talán a legfontosabb ebben. Hát minden minden gyerekvállalási módnál azért az jellemző, hogy hogy vannak pro és kontra érvek, amiket végig kell gondolni. Mondjuk egy adott, most mondjunk egy példát egy adott párnak végig gondolják, hogy hogy mi az, ami nekik a legjobban megfelelne? Mik azok a a nehézségek is mik azok az előnyök, amik a számukra, a nehézségek, amik kezelhetőek, az előnyök, amik meg a számukra a legfontosabbak. És mondjuk egy társzülőségnél. Ott, ott nyilván pont, amit mondasz, a sok egyeztetés, az lehet egy nehézség. Ugyanakkor egyébként lehet benne előny is, hiszen több felől jönnek impulzusok, több, több ember gazdagíthatja úgymond a gyereknek az életét. Ö, szóval igen, társszülőségben nagyjából ez. És a gyerek számára azért mindig azt kell szem előtt tartani, hogy. hogy hogy akármennyi szülői személy is van az életében, ők minél rugalmasabban együtt tudnak működni, és minél inkább pozitívan, titkok nélkül tudnak a gyerek felé fordulni, és támogatólag a gyerek felé a külvilággal, néha akár szemben az előítéletekkel szemben, akkor jól fog működni a dolog, akkor a gyereknek nem lesz pszichés hátránya ebből. Uh -huh. Uh -huh. Örülök neki, hogy mondtad ezt a külvilágot és az azzal a szembenállást, mert pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy a társadalom hogy áll a szivárvány családokhoz? Öh, ez kultúránként és, időben is, kultúránként és időben is nagyon változó szerintem az a különleges Magyarországon, hogy ezt nem ismerték mindig, tehát nem is tudjuk, hogy hogy álltak például a 80-as években a szivárvány családokhoz. Voltak szivárvány családok, miért valaki azt hinné, hogy ezt uh, most találtuk, ki? ki, és azt, azt, szeretnénk, hogy, hogy ilyen család az meg alapozódja Magyarországon. Mindig is voltak ilyen családmodellek, csak nem voltak láthatóak. És uh, én azt gondolom, hogy az elmúlt mondjuk 10-15 évnek a mérései, azok egyértelműen azt mutatják, hogy az elfogadottsága ezeknek a családoknak nő, viszont az is látható a kutatásokból, hogy polarizálódik a társadalom, amikor annyit jelent, hogy ha mondjuk a 90-es években senki nem foglal, vagy az emberek nagy része nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, nem foglalt állást, hogy ezt én elfogadom, vagy nem fogadom el, a 2000-es, 2010-es évek azért azt hozta, hogy egyre többet beszélünk erről, egyre jobban láthatóak ezek a családok, és Ahogyan a politika beszállt ebbe a témába, az is látszik, hogy körülbelül hogy rákényszeríti az embereket, hogy érték válasszanak, hogy ezt elfogadjuk, vagy ne. és ez a polarizáció látszódik. Nagyon sokan kiállnak a szivárvány mellett, szerintem most körülbelül olyan több mint 50 az, az elfogadottság az azonos nemű pároknak, ezt többféleképpen mérik, megkérdezik, hogy elfogadnád-e szomszédnak, elfogadná, -e a gyereked, elfogadnád, támogatnád -e őket, hogy örökbe fogadjan, az sokféle módja van ennek a mérésének, de nagyjából 50 fölötti most már a Magyar társadalomban is a szivárványcsádok elfogadottsága. Nem tudom, hogy 35-ről vagy honnan indult körülbelül, mikor elkezdték ezt mérni. Azt tehát... nem tudom, hogy honnan indult, de szerintem ez most 55% volt. Ah, volt igen, egy ilyen friss öszer. kutatás, Aha. ami ami igen. egy az Akadémia Kiadó adott ki egy kutatást, ez a Mi a Család mm. címmel, amit szerintem 20 Ildikó szerkesztette ezt a könyvet, és ebben ugye azt mérték föl, hogy családnak tekintik-e azokat az azonos nemű szülőket, akik gyermekeket mm. nevelnek, és itt ugye 55% mondta azt, hogy igen, családnak tekintik, tehát 55% elfogadja a magyar társnak és ez egy ilyen reprezentatív mintát mutatott be. Valaki ezt úgy hozta le, hogy ez egy alacsony szám. Én azt gondolom, hogy ez nem egy rossz szám, az 55%, tehát, hogy ez mindig a társadalomnak a nagyobbik fele. de az biztos, hogy ezzel kapcsolatban még pár évvel ezelőtt nem senki nem tudta mi az, hogy szivárvány családok, tehát hogy ez azért berobbant a köztudatba talán pár évvel ezelőtt a saját kampányal is. Igen. És így van, hogy ahogy berobbant, úgy nőtt meg azoknak is a száma, akik, akik nyíltan elutasítva. elutasítják, így van. De ahogy mondod, az 55% szerintem az nem egy rossz szerennyi egyébként, szóval a nyugati társadalomban sem 100% a különféle családmodellek. Az, azt hiszem, hogy a nukleáris családok elfogadottsága sem 100%-os Ez Magyarországon is <coughs> 96%. Na, százalék. tehát, hogy, hogy mindig találunk olyan családot, amit nem szabad elfogadni. Hát meg az pont ebben az a jó. kutatásban ugye többféle családmodell benne volt, tehát ott nézték az egyedülálló szülőket, meg a olyan párokat, akik nem házasodtak össze, de gyereket nevelnek, és hogy ott is azért össze-vissza voltak különféle számok, most nem Igen. emlékszem teljesen pontosan, hogy hány százalék, de nem volt, nem mindegyiknek volt magas elfogadottsága egyáltalán, tehát a, 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 ha jól emlékszem, az egyedülállóknak sem volt valami. Nekem most egy ilyen provokatív kérdés, hogy miért küzdenek annyira a szivárványcsaládok, hogy el legyenek fogadva szerintetek? Tehát, hogy itt mi a, mi a motiváció abban, hogy, hogy akár ilyen hangosan beszélünk, én most ezt kicsit úgy többen számon de miért beszélünk erről ennyit, vagy miért találjuk ezt, miért akarjuk annyira bebizonyítani, hogy, hogy a szivárványcsaládok is családok, hogy ez miért fontos szerintetek? Szerintem itt fontos két részre bontani az elfogadottságot. Az egyik az a társadalmi elfogadottság, a másik pedig a jogi elfogadottság. És amikor azt mondjuk, hogy a szivárványcsáadok küzdenek, akkor persze a társadalmi elfogadottságért is, de azért a jogi elfogadatlanságnak nagyon súlyos következményei tudnak lenni a családra vonatkozóan. És amikor a jog kimondja, vagy az alkotmány kimondja, vagy a, a különféle családjogi törvények, alváltozatai, amik a iskolába iratást, az kiváltást és nem tudom mit szabályoznak, azok úgy határoznak, hogy a, a család az apa és anya, vagy a család az egy vér szerinti leszármazási uh, rend csak. Az, azt az, azok az emberek a bőrükön érzik, amikor kórházba kell menni, akkor szoronganak, amikor a gyereket be kell iratni, szoronganak, amikor útlevelet vagy lakcímet kell ki, útlevelet kiváltani, lakcímet regisztrálni vagy cserélni kell, akkor az emberek ettől, ettől ta, joggal tarthatnak, hogy mi várja majd őket a jogi egyenlőtlenség mentén. És akkor emellett még van az is, hogy a társadalmi elfogadottság sem adott, ami szintén napi szinten okozhat problémákat vagy nehézségeket a család életében. Ez hagy, szóljak hozzá én is, hogy, hogy, én azt gondolom, hogy ez egy ez gyerekvédelmi kérdés. Azért küzdenek az ivárvány családok az elfogadásért, azért hangosak ezzel kapcsolatban, mert ott vannak azok a gyerekek, akiknek ugyanúgy meg kell teremteni a jogi, meg a társadalmi biztonságot körülöttük. Mindenki szerintem akár van gyereke, akár nincs gyereke, ez könnyen beláthatja, hogy gyerekeknek jobb az, hogyha egy ilyen biztonságos közegben vannak. És akkor itt ugye lehetne baromi provokatívan azt mondani, hogy minek akarnak a Így van. melegek, Igen. ugye egyáltalán gyereket. Uh, egyrészt szerintem ez végtelenül messzire vezetne, mert akkor minek akar gyereket az, akinek nem lehet természetes úton, mondjuk. Tehát akkor minek van egyáltalán a reprodukciós uh, tudomány uh, meg minek akar gyereket akkor az, aki egyedülálló, vagy nem tudom szóval, hogy ezek szerint akkor csak azoknak lehetne gyereke, akik nem tudom, a normatívának a legmagasabb szintjén állnak, és abba beleférnek, abba a szűk dobozba, és mondjuk csak addig nevelhessék őket, ameddig beleférnek abba a szűk dobozba. Szóval. Egyébként. Ami, amiket mondasz, az Csilla, az teljes mértékben egyetértek, viszont a másik oldalról, meg ugye nagyon sokan mondják azt, hogy a szivárvány egy, olyan sztereotípiákkal nézünk szembe, hogy a szivárvány családokban felnövő gyerekek milyen mintákat látnak otthon, tehát nagy valószínűséggel ők is melegek, vagy, vagy, vagy valamilyen LMBTQ kisebbséghez fognak tartozni. Ez az egyik leginkább ilyen sztereotíp hozzáállás, vagy vagy nézet. A másik az, amin egyébként én szoktam személyesen is elszörnyűködni, hogy mit fog kapni az a gyerek a társadalomtól, az osztálytársaitól az óvodában, ki fog elmenni helyette az anyák napjára, mit mondanak neki anyák napján, mondjuk ez a mi esetünkben, és ugye ezek a sztereotípiák jönnek, viszont, hogyha lebontjuk egy kicsit, milyen igazság van abban, hogyha ki, hogy, hogy egy meleg pár nevel egy gyereket, hogy az a gyerek meleg lesz, vagy sem. Van bármilyen kutatás ezzel kapcsolatban, ami ezt... Persze, szóval, hogy ez egy olyan kutatási kérdés, ami, amit nagyjából elsőként kezdtek el kutatni még sok-sok tíz évvel ezelőtt, nagyjából a 70-es években kezdtek el ezzel foglalkozni ilyen vállóperes ügyekkel kapcsolatban, hogy Rendben van-e az, hogyha a szexuális kisebbséghez tartozó ember is tovább neveli a gyerekét a vállás után, és ezek a kutatások rendre azt találják, hogy nincs ennek ráhatása a gyerekre? Tehát mondjuk ilyen kutatás 95-ből a Pattersonéknak a kutatása, ami ezt találta, de akár utalhatunk az Amerikai Pszichológiai Társaságnak a legutóbb 2020-ban kiadott ezzel kapcsolatos állásfoglalására, ahol kifejezetten kimondják, hogy semmilyen hátrány nem éri, nem csak ebből a szempontból a gyerekeket, hanem a gyerek fejlődésében semmilyen hátrányos dolog nem fog történni attól, hogy ő egy szivárvány családban nevelkedik. A társadalom előítélete az már egy másik kérdés, hogy hogyan foghatni. Uh -huh. Én csak <coughs> Csilla gyönyörűen felvezette a tudomány oldaláról, hogy mit gondol a tudomány arról, hogy meleg lesz -e. Én kicsit ilyen népi pszichológia oldaláról válaszolnám meg ezt nagyon egyszerűen, hogyha hogy ez azért nem működhet így, mert egyébként a melegek nagy része is heteroszexuális szülőkkel nőtt fel, és egyszerűen, ha ez ilyen mintakövetés lenne, akkor nem lennének melegek. És ez szerintem ez így mindenki kicsit, ha belegondol, akkor megértheti, hogy egyszerűen ez nem így működik, hogy a gyerek fölnéz, és azt, aki azonos neműk a szülei, akkor ő is az akar majd lenni. Ha, aki minket hallgat, és ezt, ezt kétli, azt gondolja vissza a sereg, saját gyerekkorára, és aki heteroszexuálisként hallgat minket, Hogyha neki hat évesen mondjuk fölnézett volna, és a szülei azonos akkor ő megváltoztatta volna emiatt a szexuális orientációt Biztos vagyok a válasz az, hogy nem. Vannak kutatások, amik ö, ö, most már egészen hosszú távon vizsgálják, nem a magyar szivárvány családokban élő gyerekeket, mert ezt egyelőre ö, ahhoz a mintához nagyon nehéz hozzáférni, de mondjuk olyan országokban, ahol ez már régóta nagyon ö, nyíltan és láthatóan van, mint mondjuk Hollandia, ott ö, vannak ilyen hosszú távú kutatások, ahol már felnőttek a gyerekek, akiket ö, ilyen hosszú távú kutatási elrendezésbe vizsgáltak, és ott a kutatások rendre azt találják, hogy nem különböznek a legtöbb mutatóban, tehát az ilyen negatív dolgokban, hogy nem tudom, szerhasználati hajlandóság, vagy például akár az, hogy milyen szexuális irányultságuk vagy abban, hogy milyen az iskolai előmenetelük, sőt, bizonyos kutatások azt találják, hogy ö, jobbak ezek a gyerekek mondjuk az olyan mutatókban, mint a nyitottság, jobbak az olyan mutatókban akár, mint az iskolai előmenetel, ez ö, azért valószínűsíthetően nem ahhoz köthető, vagy legalábbis a kutatókra azt gondolják nem ahhoz köthető, hogy szivárványcsaládban nőnek fel, hanem, hanem pánok a családza. tudatos tervezésnek, meg annak, hogy azért általában, akik szivárványcsaládként kénytelnek ilyen tudatosan tervezni, azok magasabb magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek már eleve, magasabb státusúak, és ezért aztán több erőforrás tudnak a gyerekeiknek biztosítani, és valószínűleg ez mediája azt, hogy aztán nem tudom, jobb az előmenetele a gyerekeknek. Uh -huh, uh -huh. De azt a részét viszont még azért fontos szerintem ide tenni, hogy a, amire cél azt állítja, hogy, hogy tapasztalják ezek a gyerekek viszont azt, hogy esetleg előítéletesek feléjük. És például azt nézték kutatások, hogy a mondjuk az egészen kicsi gyerekek, a, mondjuk az iskola kezdés előtti időszakban lévő gyerekek, ők még nem tapasztalnak különbséget a saját családjuk és más családok között. Tehát tökéletesen természetesnek veszik ezt a családformát, és aztán később kezdik azt észrevenni, ahogy a társadalom sugározza, hogy ez valahogy nem stimmel, hogy esetleg tényleg több diszkrimináció éri őket, és valóban azt találják ezek a kutatások, Mind a gyerekek, mind a szülők arról számolnak be, hogy több az észlelt ilyen előítélet, diszkrimináció. Ugyanakkor szintén azt mutatják ezek a kutatások, hogy hogy ö, tudják ezt kezelni, és valamilyen módon ö, lesz elég erőforrásuk a családi támogatásból, ez különböző dolgoktól függ, hogy hogyan, de hogy a családi támogatásból a szülőktől kapnak elég erőforrást ahhoz, hogy ezzel meg tudjanak küzdeni. Még egy kérdés volt Nyolcat is. Miért van az, hogy Nekünk ugye a két, két, két gyermekünk van, és persze ez jöhet az én személyiségemből is, de hogy nekem az, hogy tartsam az iskolai határidőket, hogy a gyerek makulátlan ruhába menjen az iskolába, hogy, hogy menjünk a védőnőhöz, és nem mondjuk le, hogy, hogy, hogy a gyerekem jól teljesítsenek, és hogy hogy mindig van egy ilyen megfelelésig, hogy ott legyünk a szülői értekezleteken, és arról se késünk el, hanem hogy még öt perccel előtte, és hogy jó kapcsolatom legyen a pedagógusokkal, hogy ez, ez ezen egyre inkább elkezdtem gondolkozni, hogy miért érzem azt, hogy erre, nekem erre különösen jól kell teljesítenem, hogy ennek mi, a, mi az oka, mint szivárvány család. Vagy hogy van-e köze a szivárvány család léthez, Igen. Igen. hogy az ember így próbál teljesíteni a társadalom felé. Megpróbálok meg úgy válaszolni, hogy ne menjünk hát terápiával, <laughs> a, konkrétan, be. de hogy ez a jelenség, ez viszonylag ismert jelenség, és nagyon sok emberrel előfordul egyébként nem csak család apaként, hanem egyébként is melegekkel, akik a társadalomban próbálnak navigálni. Ez hívja ugye a pszichológiai kisebbségi stressz, ami körülbelül arról szól, hogy van rajtunk egyfajta nyomás arra, hogy mint a kisebbségi a csoporttagja, bármi, amit mi csinálunk, azt a csoport láthatósága vagy láthatatlansága miatt kicsit azt érezzük, hogy bármi, amit mi teszünk, azt majd azonosítják a csoporttal. És ez van hogy egy nyomás arra, hogy megfeleljünk, hogy úgy azt mutassuk, hogy márpedig a melegek azok nem késnek, márpedig a melegek azok a gyerekei jó ruhába járnak. Pedig hát egy heteroszexuális családban felnövő gyereknek Ugyanúgy beleférne, hogy időnként elkésnek, időnként a koszos a gyereknek a ruhája. A szülők nem érzik azt, hogy ők képviselik a heteroszexuális családok csoportját az ő, az ő megjelenésükkel. A kisebbségi csoport nem csak melegetni, a más kisebbségi csoportnál is ez nagyon erős jelenség. Ugye van egy ilyen megforultat mondás, hogy onnan tudod, hogy kisebbségi csoport tagja vagy, hogy az, amit csinálsz, az, azt úgy tekintenek, hogy az egész csoport azt csinálja. És az azzal függ össze, amíg ekkor a láthatóság a szivárvány családoknak, tehát amíg te azt éled meg, hogy te vagy a, a védőnénél az egyetlen szivárvány család, az iskolában az egyetlen szivárvány család, a utcában az egyetlen szivárvány család, addig ez sajnos így is marad. Mert ezt ak akkor változik, ha tudod biztosra, hogy az, akivel beszélsz, az egyébként már találkozott tíz másik ilyen családdal, és az, amit te csinálsz, az nem a szivárvány családok, gyereknevelési módszere lesz, hanem a pálmarcinak. Mm. és akkor sokkal könnyebben be tudod vállalni, hogy jó, hát az én gyerekem az most nem a legtisztább, legtisebben vasalt ruhájába fog menni, mert ma nem volt rá időnk. Egyébként ez tök, tök, tök ér, vagy nagyon érdekes, hogy hogy én ugye a, a gyerekeim azt, hogy ők majd mik lesznek, hogyha felnőnek, meg, meg hogy kit fognak szeretni, az mi esetünkben, hál' Istennek, ez teljesen mindegy lesz, de én tökre félek attól, hogy mi van, hogyha az egyik gyerekem, mondjuk az azonos nemű tehát mondjuk meleg lesz belőle valamilyen formában, és akkor én mit fogok mondani, hogy, hogy, hogy ez, sose fogom lemosni, azt lemosni magamról, hogy azért lett meleg a gyerek, mert egyébként melegek a szülei. Tehát, hogy ez ilyen tök érdekes, hogy, hogy, ezen is szoktam gondolkodni, hogy persze, hogy az én gyerekem megélheti majd, és hogy én nem fogom őt soha elítélni miatt, de másik oldalról meg próbálom nem rányomni azt, hogy de hát kis sem, te a lányokat szeres, majd mindenképpen. mondanak majd apuról, hogy ah, igen, a, igen, igen. És a, say, a is és apuról. Igen, szóval pont ez a fajta Gondolkodás szerintem szuper hogy ilyeneken gondolkozol, mert, mert ebben lesz egy ilyen önmagadra nézés, egy olyan reflektivitás, amiért dolgozni fogsz magadban arra, hogy hogy, úgymond megszűj egy választ erre a kérdésre, és hogy jobban legyél ezzel az egész helyzettel. Mert igazából a gyereknek az fog számítani, hogy, hogy te egy egy önezonos oké okay érzést tudjál érezni azzal, hogy, hogy nem az számít, hogy a társadalom mit gondol rólunk, persze Aha. számít, vagy nem úgy ne kell ezt elképzelni, mint egy ilyen rózsaszín felőbe, <laughs> hogy jaj, egyik fülemen be, a másikon ki, persze számít, <laughs> okay. tudok róla, hogy számít nekem, de kibírom, Kibírom azt, hogy így néznek rám, mert én tudom, van egy elég erős önbecsülésem ahhoz, hogy tudjam, hogy nem baj, én jó szülő voltam, nem attól leszek jó szülő, hogy a gyerekem meleg lesz vagy nem lesz meleg, hiszen nincs ezzel semmi baj. Ö, nem tudom, ö, de azért azt gondolom, amennyire téged ismerlek, hogy nem vagy ö, nagyon boldogtalan az életedben, szóval nagyjából azért elégedett vagy ezzel, ami, ami van. Ami szerintem épp elég jó dolog ahhoz, hmm. hogy azt hogy mondhassuk, hogy nem a, nem tudom, a melegséget határozza meg, hogy képes leszel-e egy boldog életet élni, vagy nem leszel képes egy boldog életet élni, és ez valószínűleg a gyerekeid esetében is így lesz. De ezzel meg kell küzdeni, ezzel a fajta társadalmi, ilyen negatív előítélettel, Előítélete. amit óhatatlanul belsővé tesz mindenki, aki felé ilyen előítélet irányul, szóval ez nem valami, nem tudom, gyengeség, hanem ez egy teljesen természetes folyamat. Szeretünk megfelelni a világban az elvárásoknak, mert a, a, a társas lények vagyunk, másoktól függünk. Uh -huh. És muszáj azt elmondani, hogy, hogy a szivárvány családokban is vannak meleg gyerekek, tehát hogy azért ez, ez A társadalomban társa mindenhol 5 és 20 között van azoknak a száma, akik valahol a szexuális kisebbség ne, nem 100 százalékban heteroszexuális spektrumán helyezik el magukat, ez lehet bármi a bisexuális, pánsexuális, nem, nem teljesen heteroszexuális, nagyon homos, tehát minden lehet, mindenféle címke lehet, ezt a legfrissebb kutatások kb. olyan az égenerációban már ilyen 15-20 százalék körülre mérik, akik nem teljesen heteroszexuálisnak öndefiniálják magukat. Úgyhogy hát egy a hathoz kb. így az esély annak, hogy egy, hogy egy gyerek később nem az lesz. És ez előfordul ugyanúgy heteroszexuális. Ugyanúgy. Lehet, hogy azt egyébként fontos elmondani itt a kicsit visszautalva Csillára egy korábbi kutatásra, hogy egyébként egy minimálisan, például, hogyha a kontrollcsoportban 6% a heteroszexuális szülők gyermekeinek, a meleg gyerekeinek a száma, akkor ez egyébként a meleg családokban 7. Tehát, hogy van egy minimális különbség, de ezt a kutatók mindig úgy magyarázzák, hogy ez amiatt Én van, nyitottább. mert hogy nyitottabb, így van. Az a, az a szülő, aki maga is ehhez a csoporthoz tartozik, azt azért a gyerek, amikor felnő, akkor nagyon jól tudja, hogy oké, okay, ha én egyébként majd a normatörésemet pont emelkel körül fogom tematizálni, és nem leszek teljesen heteroszexuális, akkor ezt nyugodtan föl tudom mm. vállalni. A heteroszexuális családokban is nőnek föl ilyen gyerekek, de nem mindenki meri bevállalni. Nagyon ott nagy a azoknak a száma, akik ott ott nagy azoknak a száma, akik egyébként nem, nem merik fölvállalni egy ilyen kutatásban, hogy ők, ők egyébként melegek. Nekem még az jutott eszembe, itt néhány mondattal ezelőtt mondtad, hogy miért olyan hangosak a szivárvány családok, hogy ezzel szembeállítva sokszor arról beszélünk, hogy ezek a családok félig rejtőzködve vagy rejtőzködve élnek. Mennyire nehéz szivárványszülőnek lenni? Erről meséljetek nekünk egy kicsit. Igen, nekem erről körülbelül az a, történet jut eszembe, amikor azt a feladatot kapja minden család, hogy a lehető leggyorsabban érjenek a le siófokra nyaralni Budapestről, és heteroszexuális családok érnél fölhajtanak az autópályára, bekapja, bekapcsolják a tempomatot 132-re, és 47 perc alatt lent vannak siófokon, miközben az összes nem heteroszexuális családot leterelik a Régi hetesre. Na várjál, a család, aztán... család nem lehet meleg. Azt mondta, hogy nem heteroszexuális család. Hát ne, a szülők lehetnek ilyenek. <laughs> De arra, arra gondoltam, ezt azért akartam így megfogalmazni, hogy nem csak a szivárvány családokra gondolok. Ugye ez a podcast sorozat pont arról szól, hogy kicsit tekintsünk már ki a társadalomra, és hmm. nézzük meg, hogy milyen családformák vannak. És én tényleg váltik hiszem, hogy ez nem csak a szivárvány családnak az ügyet. Tehát az, aki a nem fér bele ebbe a nagyon szűkre szabott nukleáris család normába, azt mind érnél, ahogy visszatérve a hasonlathoz, érnél mehetnek le a régi hetesre, és akkor megállhatnak minden faruba a piros lámpánál, kerülgethetik a kivilágítatlan bicikliseket, átengedhetik a zebránál a gyalogosokat. Megállítja őket a rendőr. Megállítja őket a rendőr, <laughs> vehetik be a kanyart, és, és, a végén majd eredményt hirdetünk, hogy kiért le hamarabb siófokra. Mm. Mert ugye rengeteg olyan extra társadalmilag és a jogilag beépített nehézség van ezeknek a családoknak az életében, amit meg kell. Akár a gyerekvállalásról beszélgettünk az előbb, maga a gyerekvállalás is egy ilyen nehézség, de hát egyébként, amit te mondasz, az iskolába járása, a gyereknevelés az is egyfajta egy egyfajta többlet nehézség, amitől, Évi a kérdésedre válaszolva, amitől ezeknek a szülőknek azért mégis van egy többletterhe. De mondom, ez nem csak a szivárváncsárok sajátja, hanem gyakorlatilag mindenki, aki nem fél tökéletes, mint a család skatujájában. Igen, szóval ott kezdődik az egész, hogy hogy ha nem férsz bele ebbe a skatujába, akkor folyamatosan Ö, szembesülsz azzal, hogy hogy edukálnod kell a környezetet, hogy újra meg újra el kell magyaráznod, hogy ez nálatok hogy van, vagy a ti akár egészen ilyen intim választásaitok, hogy lesz ez a gyerek? azok hogyan lesznek, tehát itt tényleg Sebastianhoz tudnék úgy kapcsolódni, hogy ö, hogy nekünk például mesterséges megtermékenyítéssel született gyerekünk, én cis ember vagyok, de, de a mi, mi családunk az, az, úgy alakult, hogy, hogy úgy, úgy tudtunk gyereket vállalni, hogy mesterséges megtermékenyítéssel, és ebbe, ebben kapcsolatban is nagyon sokat kellett azért akár a családnak is néhány dolgot magyarázni, de hogy a környezetnek is azért elég sok munka van benne, és ez még egy olyan dolog, ami azért mégiscsak ismertebb Magyarországon. Lehet, hogy ez csak az én pozitív pszichológia alapú veszőparipám, de azt gondolom, hogy annak a régi hetesnek vannak erőforrásai is. Milyen erőforrásokat hordoznak ezek a családok, vagy szülők? Biztonságosabb, mert nem jönnek beléd hátulról, és emiatt nem, nem, lesz három órás sor és dugó. Ha, ha, már így, ha muszáj ennél a képnél maradni, akkor az Nekem azt ez mondom, annyira hogy, tetszik. Hogy biztonságosan. Azért van, tehát rengeteg erőforrás van ezekben a családokban. Ugye megint visszatérek arra, hogy ez nem csak a családok sajátja. Tehát azok a családok, akik egy kicsit nehezebb pályán mozognak, azokban ott általában ahhoz, hogy ezeket a problémákat, nehézségeket meg tudják oldani, többet kell a szülőknek kommunikálni, nyíltabbnak kell lenni a gyerekkel, nem lehetnek család, vagy kevesebb a családi titok, és így tovább, és így tovább. Ez mind ilyen belső erőforrása lesz a családnak. Ugye minden megoldott probléma az egyfajta plusz arra, hogy majd egy következő problémát könnyebben le tudok, le tudok küzdeni. De ezek a családok azért így ö, megtesztelhetik ezt a fajta képességüket, hogy mennyire elállnak ellen, mennyire tudnak problémákat megoldani, mi az, ami segít nekik, milyen stratégiáik vannak, akár egyéni, akár családi szinten. És ez hosszú távon bizony erőforrás lehet. So sokaknak ismerős szerintem az a fogalom, hogy elég jó szülőség, ami egy Vinikot nevezetű szerzőnek vagy eredetileg a fogalma, és ő Tulajdonképpen arról beszélt, az hogy szabadította fel akkoriban a szülőket, hogy nem kell tökéletes szülőnek lenni, hanem elég, úgymond elég jónak lenni. És ezzel pont arra hívta fel a figyelmet, hogy nem is lehet, de nem is szükséges és nem is jó tökéletesnek lenni, mert egyszerűen a világ nem így működik. Szóval ez nem egy reális dolog, hogy majd minden simán fog menni az életben. Szü Szülessél akár egy teljesen heteroszexuális, nem tudom, magas jövedelmű, iskolázott, nem tudom milyen családba, akik semmilyen etnikumhoz nem tartoznak, ciszneműek, stb., akkor is lesznek olyan nehézségek, amikkel találkozol majd az életben. És és tényleg, ahogy Bastien mondja, minél inkább otthonos leszel abban, hogy megoldjál nehézségeket, annál könnyebben nézel szembe akár egy következő nehézséggel az életedben, mert meg lesz magadról az a tapasztalatot, hogy én képes vagyok rá, és hogy nekem se kell majd tökéletesnek lennem adott esetben majd, hogyha én leszek szülőm, meg én leszek, én vállalok el egy munkát, vagy stb. Tehát, hogy lejön ez a fajta Szorongás, uh -huh. hogy lejjebb jön. Uh -huh. <laughs> és ehhez, amit a csillamond, ehhez még az is kapcsolódik, hogy egyébként melegként, mire valaki gyereket vállal, addigra azért a melegségével is már nagyon megküzdött. És ott tudjuk az affirmatív pszichológiában, hogy az a fajta út, amit az ember a saját önelfogadásában bejár, az rengeteg erőforrással jár. Ilyenekkel például, hogy egy autentikusabb életet tud élni, egy őszintébb életet tud élni, ami arra alapszik, hogy ő a saját belső vágyainak és indítatásainak mentén építi ki a saját életet, és ebben rengeteg. Ez, ez így most nagyon banálisan hangzik, de ez egy nagyon erős erőforrás, hogy nem a társadalomnak akarsz többé megfelelni, hanem a te utadat tudod járni. Ez családként is egy nagyon erős uh, mint a például a gyereknek, amit, amit, amiből a gyerek tanulhat. De ilyen lehet egyébként az is, hogy a melegség felvállalása során az ember a szociális kapcsolatait is erősen átalakítja. Tehát az a meleg, aki nem tudom, 20-as évei elején elkezdi fölvállalni magát, az gyakorlatilag mire gyereket vállal X év múlva, addigra azért már olyan baráti körrel, olyan családi körrel rendelkezik, akik őt elfogadják, akik őt támogatják, akikkel őszint egy mélyebb kapcsolatot tud kialakítani. És ez bizony, amikor a gyereket neveljük, akkor is nagyon jól jön hogy már olyan emberek vannak körülöttünk, akik, akik minket szeretnek, mert azt már egyébként mi megjátszottuk korábban, hogy akik minket nem fogadnak el, azokat úgy általában azt mondjuk, hogy akkor, akkor ne a kapcsolatot. Mert árt a pszichés egészségemnek az, hogyha minden egyes nem tudom, baráti találkozón, olyanokkal kell találkozzak, akik egyébként homofóbok vagy, akik nem támogatják az én melegségemet. Szóval ebben rengeteg... Rengeteg, 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 pozitív, pozitív erő van, és azért a, még egy utolsó gondolat erről, hogy melekként egyébként még lehetősége van szerintem nagyon sokszor az embernek abban navigálni, hogy milyen csoportokba vagyok, vállalom fel a melegségem, és milyen csoport, mondjuk a munkahelyen nem vállalom föl, a baráti körömbe fölvállom, a család bizonyos részébe fölvállalom, de már a nagyobb családban esetleg nem vállalom föl. Szivárvány családként ez már nem működik. Tehát szivárvány családban nagyon nagy nyitottság, mert hát a gyerek előtt már ott, ott már nincs titok, tehát ott már az ember, amikor elmegy ö, ö, iskolába, és két apukája van a gyereknek, és mind a kettő jár érte, ott már azért a családok nagy része nem ezen a sávon mozog, hogy akkor majd én bizonyos körökben nyitott felválom a melegségemet, bizonyos körökben pedig nem. Azt gondolom, a gyereknek se lenne túl jó, hogyha valaki ezt innen vállalná Abszolút fel. így van, abszolút így van. Ezt mm. így is kezdett szerintem csilla ah, az igen, őszintesség. A, igen, a, a, a titkolózás az, az egyébként is, tehát az, az, az teljesen egyértelmű, meg nagyon sok területen vizsgálták pont a családterápiák kapcsán, hogy, hogy a családi titok az nem teszi ott a lelki egészségünknek, szóval jobb, hogyha nyíltan vannak a dolgok. De mondjuk tényleg, hogyha mondjuk egy tervezett szivárvány családot nézünk, ahol mondjuk egy kisgyerekes élettel kezdünk, akkor hát a kisgyerek az egy őszinte ember uh -huh. általában. Tehát, hogy ott nem, nem bármire nem is szerencsés, de, de nem is nagyon lehet gátat annak, hogy ő mondjuk azt mondja, hogy igen, hát nekem két apukám van, vagy van. két én ezt megtapasztaltam van. ilyen random helyzetekben, akkor Andris közli valakivel, hogy neki egyébként két apukája van. Igen. igen. De egyébként itt még azért visszakötnék arra, hogy például ebben is lehet egy nagyon nagy erőforrás, hogy ö, ugye mondjuk két azonos nemű szülőnél, ezek az ilyen, ezek a gender uh, sztereotípiák, hogy akkor most ki legyen az, aki főz, ki legyen, aki a házi munkát csinálja, ki legyen, aki a több pénzt keresi, uh, ki legyen, aki mondjuk gyesre megy, uh, az nem annyira adott ilyen sztereotípiák szintjén, és ezért sokkal jobban ott lehet, és ezt vizsgálták is, ezt kimutatták kutatások, hogy tényleg sokkal rugalmasabbak ezek a szerepleosztások. Kicsit többen energiát is igényel ezeknek a megdolgozása, tehát ezt is kutatták, hogy ezért több konfliktuson kell adott esetben végigmenni. Kezdetben viszont utána nagyobb elégedettség tud kibontakozni ebből, hogy tényleg mindenki jobban azt a szerepet vállalja, és abba áll bele, ami neki jobban fekszik. És ezt látja a gyerek is, hogy nem a nemem szerint van meghatározva az, hogy én most mire leszek képes. Én most például kisbabával vagyok otthon, és ö, olvasom neki ezeket a régi mondókákat, meg verseket. Ö, nézem, hogy a Vörös Sándor versekben is micsoda nem is <laughs> rohanják meg a kislányomat. Ö, és hát nem <laughs> szeretném, úgyhogy néhány helyen így kiavítgatom hogy mit tanítok neki arról, hogy kik azok, akik plegykálnak, hogy Juli néni, Kati néni, meg... <hogy> szóval, hogy ezeket a fajta sztereotípiákat, ezeket, ezeket rögtön a gyerekek úgy abba születnek bele, hogy felül, felülvizsgálják, hogy nem az az adott, hogy hogyha neked van egy adott nemed, akkor meg is van határozva, hogy mik a lehetőségeid a továbbiakban, meg hogy akkor te mosogatsz-e vajon, vagy, vagy neked kell sok pénzt keresni. Ha már sztereotípiákat említettél, mi a helyzet azzal, hogy amikor azt mondják, hogy az anya szerep és az apa szerep és azt hol látja a gyerek, és kinél, és hogyan, és aztán később benne ez hogy csapódik le. Igen, van erre egy rövid válasz, ami körülbelül úgy hangzik, hogy egyik gyerek sem vákumban nő föl és emiatt mind a női szerepekkel, mind a férfi szerepekkel találkozik, hanem a saját szülei kapcsán akkor találkozik majd az óvodában, az óvónővel, az iskolában, a tanárbácsival, a, a, nem tudom, ha edzésre jár, akkor az edzővel, és itt is lehetne sorolni, de akár családtagokat is lehet sorolni, nagybácsi, nagynéni, nagymama, nagypapa, mindenféle szerepmodellt a gyerek majd láthat. Ez a rövid és a piszi válasz, de én ezt nagyon nem szeretem, mert ez azt feltételezi ez a válasz, mint hogyha ezek nem, nem is szerepek tényleg léteznének így a társadalomban. És én, én azt gondolom, hogy nem, hogy ez, mint ahogy a Csilla az előbb beszélt erről, hogy ez valójában nem létez, hogy ez, ez így nincs így. Nem minden nő szeret otthon maradni, gyereket szülni, mosogatni és takarítani, és nem minden férfi ö, nem tudom, határozott uh, szeret bütykölni a hétvégén, és egyébként meg koszos ruhába jár, és nem széthagyja az okniát. Egyszerűen ez nem így, nem így működik. És a, szerintem a szivárványcsaládok esetében tényleg ez egy ilyen felszabadító jelenség, hogy a gyerek azt látja, hogy egyébként a személyiségünk az nagyon sok sokszínű, vannak bennünk. Uh, mindenre való hajlandóságok, és mindenki azt úgy vezetheti, ahogy a Csill az előbb mondta, olyan szerepeket vehet fel, úgy vezetheti a társztal, azt abból veheti ki a részét, amihez egyébként neki a legjobban kedve van, vagy amivel a legügyesebb. És szerintem ez, ez a gyereknek is hát minden ami, minden olyan, ami ezektől a nagyon szigorú normáktól távolít, és minden, ami ezektől a nagyon szigorú előírő normáktól um, lehetőséget ad, hogy átgondoljam, mert aztán visszatérhet a gyerek rá, hogy ha azt mondja, hogy ne ő a baréként, ő pont olyan szeretne lenni. Ez tök oké. Okay. De jó látni, hogy egyébként nem muszáj. És a szüleimen azt láttam, hogy ők is ezt így meg tudták dolgozni, és ők más, egy vegyes szerepmodellt vettek fel. És aztán a gyerek majd eldönt, hogy mi az, ami neki jó. De minden esetre a döntést megelőz egy, egy ilyen felszabadulás érzés. Meg én azt hallom ki ebből a társadalmi kérdésből, hogy van mögötte egy ilyen szorongás, hogy hogy vajon mm, kap-e majd a gyerek elég, nem tudom, melegséget, szeretetet, amit ahhoz kötnek, hogy Anyai anya pontosan. Egy tehát, hogy egy ilyen, egy ilyen gyengét, finom, gondoskodó, ki fog valamit fog-e, így van, fog-e fog -e kapni a gyerek, meg ki fogja, nem tudom, megpuszilgatni a bibiket, meg szóval valahogy ezek a, és amikor meg az apa szerepet, akkor meg valami olyasmit várnak szerintem, hogy vagy azon lehet aggódni, hogy jaj, vajon ez a gyerek kap-e majd elég stabilitást, kap-e majd elég iránymutatást, vagy célt, a tudatosságot, ezeket a dolgokat kötik inkább az apa szerephez vagy, vagy lesz-e valaki, aki nem tudom, majd elviszi foci meccsre, vagy, vagy lesz-e valaki, aki majd nem esik kétségbe, hogyha az orvosnál az oltás jön, hanem majd fogja a kezét, és azt mondja, hogy nem kell félned, itt vagyok, és akkor lesz -e majd valaki az úgynevezett anyaszerep, aki meg majd a könnyeivel öntözi, és megpuszilgatja, és megölelgeti utána. Na de hát ez, Szóval ez az, amit a Bastian is itt mond, hogy ez nem nemhez kötött dolog, és hogy ezt gondolom, ettől nem kell tartanunk, hogy ez nem lesz a gyerek életében, mert miért ne lehetne képes erre két apa vagy két anya? Egyébként ez tök érdekes, mi esetünkben... Igen. Hogy a mi esetünkben én focizik az Andrissa, meg én velem szeret birkózni, meg hülyéskedni, tehát hogy hozom ezeket az apa az Ádám nálunk a gyengédebb, de mint az orvosnál, meg én vagyok az, aki így nem bírja, tehát hogy így, hogy, így, hogy így, elmenekül a helyzetből, és az Ádám szedi ott így össze magát, és ő így nagyon, nagyon határozottan fókuszál a gyerekekre, még én meg nehezen bírom azt, amikor oltást kapnak, vagy éppen megvizsgálják őket, hogy valami, és mondjuk, hogy sírnak. Tehát, hogy igen, hogy az nálunk így keverednek ezek a dolgok. És azt ami gondolom, teljesen normális, mindenhol igen. így van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azért az nagyon ritka az a család, ahol ez ilyen, nem tudom, elvágólag pont úgy néz ki, ahogy, nem tudom, hmm. sztereotípiák szerint ennek ki kéne néznie. Én, én, én köszönöm ezt a beszélgetést. Uh, én azt gondolom: azt remélem, hogy nagyon sok mindent behoztunk, mert próbáltunk, a, próbáltunk a kér, próbáltatok a kérdésekre válaszolni. Uh, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hosszú út lesz még a szivárvány családoknak Magyarországon, hogy hogy az az 55 százalék az inkább 80-85 legyen. Reméljük, hogy, sőt nem reméljük, én biztos vagyok benne, hogy ez egyszer el fog jönni. A kérdés az, hogy mikor. Uh, minél előbb, remélem, hiszen akkor a mi gyerekeink is majd úgy nőnek fel, hogy, hogy hétköznapi lesz az, hogy ők, neki két apukájuk vagy két anyukájuk van, és hogy, hogy és teljes jogegyenlőségben is lesznek, talán ez az egyik legfontosabb dolog. Uh, de mindenképpen az a beszélgetés, amit, uh, amit itt elkezdtünk a családosság kapcsán pár évvel ezelőtt, azt, azt szeretnénk folytatni, és egyébként erre jó is majd az a kártya, a, amiben egyébként külön foglalkozunk a szivárvány családokkal, és azért ott én azt gondolom, hogy ha valaki a viszi ezt a kártyát, akkor lehetnek izgalmas beszélgetések a, 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 különböző családtagokkal ezzel kapcsolatban, aki mondjuk kevésbé elfogadó a, a szivárvány családokkal szemben. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok! Köszönjük. Nagyon köszönjük. köszönjük. Ti pedig maradjatok velünk, hiszen a következő adásban egy másik családformával és újabb meghívott vendégeinkkel várunk majd benneteket. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Sziasztok!